köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttek ide, hogy meghallgassák ezt az előadást. Szoktam mondani, valószínűleg otthon takarítanak, hogy ennyire sokan eljöttek, elszabadultak hazulról, és jobb hián választották ezt a programot. Nyelvrokonság, ábrándok és tudomány. Kérem szépen, kaptam itt méltatást, kaptam bemutatást, de egyet biztosan nem tudnak, vagy nem tudtak eddig rólam. Én két tűz között vagyok. Tudnék, most engem egy hazaárulók látnak. A magyar nyelv finnugor rokonságát el nem fogadók szerint én hazaáruló vagyok, ezt annak idején megírták az újságba is. Ugyanakkor a szűkebb szakmánk, a finnugor nyelvészet hagyományosan gondolkodó képviselői szerint, ez az én értelmezésem, tehát én vagyok a finnugor nyelvekkel foglalkozó közül a legsokoldalúbb, tudnilik, csodabogártenyésztő vagyok, zöldségtermesztő vagyok, és hát főállásban dilettáns természetesen, mert majd látni fogják, ha kibírják addig, hogy miért mondják mindezt rólam. Én teljesen másképpen gondolom a magyar nyelv finnugor rokonságát, mint a 150 éve, vagy most a 200 éve, ugye, megfogalmazott elméletek. Én nem tagadom ezt, csak én másképpen viszonyok hozzá. Hogy mindenki lássa, 61 diáról van szó, ez a második dia, tehát lehet tudni, hogy mennyit kell még kibírni. Nagyon tömény az anyag, úgyhogy nagyon gyorsan fogom csinálni, mert a késünk eleve, és 60 percet terveztem az előadást, talán 60 percet meg tudok oldani, ha 61 diát. Az utolsó az lesz, hogy köszönöm a figyelmet, tehát ott nem fogok sokat beszélni. Miért időszerű a kérdés? Azért, mert ugye, ahogy már a felvezetésben is hallottuk, a magyar nyelv eredetéről számos tudománytalan vélemény látott napvilágot, közszájon forognak ezek a nézetek, ezekről külön előadásokat kellene tartani, vagy lehetne tartani, hát ugye most egy előadásban megpróbálom megmondani, hogy miért. Ugye az alapvető probléma, az hiba az ezekkel az magyarázatokkal, nem mondom elméletekkel, nézetekkel, hogy összekeverik a nyelvrokonságot és a néprokonságot. Ez a kettő nem azonos. A magyar nyelv finnugor, meg még látni fogjuk, hogy még mi ezen kívül, finnugor a nép nem az, nincsen finnugor nép, nincsenek finnugor népek, finnugor nyelveket beszélő népek vannak. Hiszen ha arra gondolunk, hogy a finnek is finnugor nyelvet beszélnek, ugye antropológiailag azért van mondjuk egy átlag finn és egy átlag magyar, közép-európai magyar között különbség, és finnugor nyelvet beszélnek Oroszországban a nyelvrokonaink, a vogulok, osztrákok, szamoidok, akik antropológiailag és részben genetikailag is nagyban különböznek tőlünk. A finnugor nyelvtudományon belül is vannak viták, és ezeknek a vitáknak a hangneme is az egyik oka annak, hogy nem tudjuk megnyerni a közvéleményt a magyar nyelv finnugor rokonságának, mert kioktató, az elefántcsonttoronyból kikiabáló, kiordibáló szakemberek szólnak általában azokhoz, akiket ez a kérdés érdekel, és akik esetleg másképpen látják valamilyen oknál fogva ezt a kérdést, mint a tudomány képviselői. A kérdés sok szempontból aktuális, 20 évvel a rendszerváltás után is. Az idősebbek, nem a nálom, mert ilyenek nincsenek a körben, de mondjuk a tinédzsereknél picit idősebbek emlékeztetnek arra, hogy amikor a rendszerváltás úgymond lezajlott, akkor a napi sajtóban is nem egyszer olvashattunk olyan cikkeket, tudósításokat, riportokat, véleményeket, hogy mindaz, amit a régi rendszer támogatott és produkált, azt a régi rendszer együtt el kell vetni. Mert hogy a régi rendszer ugye ideológiailag így úgy amúgy rossz volt, tehát mindaz, amit a rendszer támogatott, így például támogatta az a rendszer az egyetemeken a finnugor tanszékek létét, tudományi egyetemeken, az Akadémia Nyelvtudományi Intézetében a finnugor nyelv osztályt, akkor ha az a rendszer rossz volt, akkor amit támogatott, az is rossz volt. Na most hát akkor persze meg lehetne kérdezni, hogy mindaz, amit az orvostudományban, a matematikában, fizikában, műszaki tudományokban a régi rendszer idején elért Magyarország, akkor azokat is mind ki kell dobni az ablakon. De hát ez egy nagyon, hogy mondjam csak, ilyen populista, sok szimpátiát is keltő
állásfoglalás volt. Egyet le kell szögeznünk, a nyelvtudomány is tudomány. És a tudományoknak általában van módszertana. Ahhoz, hogy egy nyelvrokonságot meg tudjunk állapítani, egy nyelvnek a rokonságát meg tudjuk állapítani, ahhoz ismerni kell például az adott nyelv és a rokonnyelveknek, vagy rokonnak tartott nyelveknek a történetét, a különböző nyelvi változatait, például a nyelvjárásokat, mert a nyelvjárások nagyon gyakran sokkal jobban megőrzik a régi történetileg értékelhető, nyelvtörténetileg értékelhető adatokat, mint például a köznyelv. Ismerni kell persze különböző nyelv hasonlítási módszereket, és hát nagyon sok más nyelvet is kell ahhoz ismerni, hogy megtaláljuk ezekben a nyelvekben a közös vonásokat. Ugye a nyelvet beszélni és kutatni az nem teljesen ugyanaz. Ugye valamennyien beszélünk magyarul, aki nem magyar szakos, aki nem tudatosan használja az anyanyelvét, hanem ösztönösen így tanulta meg, az nagyon nehezen tudna tudományosan megalapozott nézeteket mondani a magyar nyelvvel kapcsolatban, akár a történetével, akár a leírórendszerével, akár a változataival kapcsolatosan. Egy török turkológus professzor jut eszembe a 19. század végén, akihez egyik reggel becsengetett valaki. Kinyitja az ajtót, és bemutatkozik egy fiatal ember, hogy Ali, nem tudom, kicsoda vagyok, turkológus. A professzor azt kérdezi, hogy bocsánat, hallhatom a nevét még egyszer, mert hát ugye ő ismert a turkológiával, a török nyelvekkel foglalkozó szakembereket, és hát ezt a fiatal embert akkor látta először, a nevét akkor látta először. Bemutatkozik a fiú még egyszer, és azt mondja, honnan gondolja maga turkológus, mert én török vagyok. De erre mondta ez a professzor, hogy hát attól, hogy valaki madár, még nem biztos, hogy ornitológus. Hogyha azt hiszem itten, igen, olvasható is. Így vagyunk az anyanyelvünkkel és az anyanyelvünk kutatásával is. Ugye a nyelvtudomány is tudomány, azt mondtam. Az orvostudomány is tudomány, ugye valamennyiünknek van teste, vannak mindenféle orvosi bajaink, meg állapotunk, stb. De attól még, hogyha ezt nem tanultuk ki, ezt a szakmát, akkor nem biztos, hogy orvosnak jók vagyunk. Vagy a műszaki tudomány területén. A nagy különbség a nyelvtudomány, mint humán tudomány és az egyéb tudományok között az, hogy mondjuk az orvostudományi műszaki tudományok tévedéseibe bele lehet halni. Ha valaki mondjuk a fejembe keresi a vakbelemet, az nem biztos, hogy nekem jól jön ki. A nyelvtudomány tévedéseiben nem lehet belehalni. Hát legfeljebb agyonvágják az embert, mint engem próbáltak például nem egyszer ugye a szakmán belül, de hát attól még itten élek, és hát ha nem is virológ, de azért meg vagyok, köszönöm szépen. Tehát ez egy puha tudomány. És hát minél távolabb megyünk vissza az időbe, ugye nyelvtörténet, nyelvhasonlítás területén, annál puhább lesz, annál nehezebb, igen pontos eredményeket produkálni. Hogy miért kényes az a kérdés mégis? Azért, mert a nyelv összefüggésben van az identitással. Van, aki ezt tagadja, van, aki cáfolja, de a többsége talán a szakembereknek azt az álláspontot képviseli, hogy az identitás egyik legfőbb, hanem a legfőbb hordozója a nyelv. Persze, hát ismerjük az íreket, ismerjük a skótokat, akiknél ugye öntudatosabb népet nem hordott a hátán a föld, talán öntudatosabbak, mint mi vagyunk, és ezt mind angolul csinálják, tehát a 20-25%, aki beszéli az ír vagy a skót nyelvet. Tehát lehet az úgynevezett anyanyelv, vagy az egykori anyanyelv nélkül is rendkívül erős identitással rendelkezni, de azért nem ez az átlag, és főleg azoknál a népeknél, azon népek esetében nem ez, ahol amúgy az identitás gyenge, és a mi nyelvrokonaink sajnos ebben az utóbbi kategóriába, csoportba tartoznak. Ugye a nyelvrokonság Magyarországon érzelmi, sőt előbb-utóbb politikai kérdésé válik, illetve már részben vált is, hiszen van a parlamentben olyan párt, most éppen szétszóródóban van, amelyik rendkívül finnugor ellenes párt, tehát ha ők hatalomra kerülnek, akkor az én esetemben vagy a kollégáim esetében csak az a kérdés, hogy a kötelet is én hozzam, vagy pedig ők adják, amire az első fára fölaggatnak. Kőszegi élményem, amikor még Szombathelyen csináltuk a finnugor, illetve az oroszországi finnugor népek képviselőinek a nyári egyetemünket, akkor szoktunk jönni mindig az első, ez kéthetes program, és akkor
az első hétvége, ugye, ami ködös ilyen laza program volt, a Kőszegre el szoktunk jönni, és jöttünk a várba, és jöttünk le a toronyból, és ottan a belső udvarban ilyen nyilazni lehetett, mit tudom, mint szélben. És volt egy ilyen lófarkas barna fiú, hallotta, hogy itt idegen nyelven beszélünk, orosz volt a közvetítő nyelv, és kérdezik, hogy kik ezek. Hát mondom, a finnugor nyelv rokonaink. Vegye tudomásul, hogy ezek nekünk nem rokonaink! Egyből ilyen Hitlernek kellett egy mondat, hogy így ennyire fölkapja a vizet. Ő egyből elkezdett ordítani velem. Hát mondom, ne haragudjon, hát mert mi hunok vagyunk. Hát hun így van, hun úgy van, de mondom, de ezt lehet erről beszélni, hát én ezzel sokat foglalkoztam. Égessen el mindent, amit eddig írt. Mondom, jó, hát a könyvégetésnek is van története. Mondom, beszéljünk róla, nem kell ahhoz nekünk nyelv, mi innen tudjuk, hogy mi hunok vagyunk. Na most így nem lehet persze érvelni. Kérem szépen a nyelvrokonság érzelmi kérdést. Hamis tudat. Mi vagyunk a kiválasztott nép. Ugye ezt tudjuk a Bibliából, hogy ez már foglalt egyébként, de hát Istenem, mi még kiválasztottabbak vagyunk. A másik az, hogy a másságot összekeverik a jobbsággal, meg a rosszabbsággal, és mi úgy vagyunk mások a többieknél, hogy mi jobbak vagyunk ezáltal a többieknél. És van egyfajta elégedetlenség, lehet, hogy a saját sorssal, lehet, hogy a politikai körülményekkel, lehet, hogy a gazdasági helyzettel, és itt egyfajta tudati kompenzációra van szükség, és a nyelvrokonságban ezt időről időre meg lehet találni. Akkor jönne a tiszta magyar faj mítosza. Kérem szépen, 1000 pár száz esztendő Kárpát-medencei lét után, meg előtte néhány ezer esztendős vándorlás után, ha valaki még a tiszta magyar fajról tud beszélni, és ráadásul többnyire olyan emberek beszélnek el, akiknek már a nevéről leri az, hogy ő nekik román, sváb, szlovák, vagy nem tudom micsoda felmenői vannak, azért enyhén szóval túlzás, arról nem beszélve, hogyha tiszta magyar fajról beszélnénk, tehát hogy minden keveredés nélkül, akkor a belterjesség, mondjuk a genetikai idiotizmusa is elő, vagy látható. Ilyen értelemben meg tudom őket érteni, hogy ők beszélnek a tiszta magyar fajról, már bocsánat a cinikus megfogalmazásért. A nyelvrokonság, tehát adottság, tudományos kérdés, hogy az ember a rokonait se tudja megválogatni, a barátait igen, de a rokonait nem tudja megválogatni, mi se tudjuk megválogatni a rokon nyelveinket. Ez a helyzet, kérem szépen, ezzel meg kell békélni. És hát még egyszer mondom, a nyelvrokonság és a néprokonság nem azonos. De hát, hogy előjött az identitás, meg előjött, mi jobbak vagyunk a többieknél, legyünk-e büszkék a nyelvünkre? Tehát én nem vagyok ellene annak, hogy büszkék legyünk, sőt, tehát én is örülök neki, de mindig hozzáteszem, nem mások kárára. El kell ismernünk azt, hogy a hottentottának épp olyan joga van a saját nyelvének, a nyelvére büszkének lenni, mint a románnak, a szlováknak, mindenkinek, akit a környéken nem szeretünk, már aki nem szeret, ugye? Tehát ezt nem szabad tenni. El kell fogadni, hogy mások is büszkék a nyelvükre, és hát ugye mondtam már, hogy a másság az nem lehet azonos a jobbsággal, vagy a rosszabbsággal. A büszkeség, tehát ne hagymázas álmokban öltsön testet, üzenném megint, hanem a büszkeség abban testet ölthet, ha már így a nyelvről beszélünk, hogy a hagyományos finnugor nyelvészet szerint is a nyelvünk 6000 évvel ezelőtti időszakra nyúlik vissza, és sokkal mélyebbre teszem ezt, majd próbálok erre kicsit röviden kitérni, hogy milyen alapon, és ez a nyelv megőrződött. Kérem szépen, a vándorlások évezredében, meg amikor bejöttünk a Kárpát-medencébe, a magyarul beszélő közösség mindig kisebbségben volt. Ráadásul a többi néphez képest, akikkel ugye érintkeztünk. Vagy érintkeztek az eleink. És a nyelvek közül a magyar volt a legkomplikáltabb, a legbonyolultabb nyelv. Olyan szerkezetek voltak, részben még most is vannak benne, gondoljunk csak a két igeragozásra, ugye, és hát még egyéb dolgok is lennének itten, ha több időnk lenne rá, ami a többi nyelvben nincsen, tehát egyszerűbb szerkezetű nyelv. Ilyenkor a józan paraszti ész szerint a magyaroknak kellett volna föladniuk a bonyolult nyelvüket, és átvenni a többség egyszerűbb nyelvét. Nem ez történt, hanem a magyar nyelvet vették át azok, akikkel érintkeztünk, akár itt a Kárpát-medencében, és nagyon sokan, akik a
Hát gondoljunk arra, hogy kikkel jöttünk be ide a Kárpát-medencébe annak idején. És ez a nyelv megőrződött, tehát itt a Kárpát-medencében is, annak ellen, hogy Herder már ugye temette a nyelvet, hogy hamarosan ugye föl fog olvadni a szláv és a germán tengerben. A magyar nyelvet, hogy legyünk rá büszkék, hogy lehessünk rá büszkék, az rajtunk áll. Az is rajtunk áll, hogy milyen minőségben marad még ez a nyelv. Tehát nekünk ápolni kell és gondozni kell ezt a nyelvet, ahhoz, hogy meg tudjon maradni. Na most akkor lassan rátérek a különböző ábrándokra. A nyelvrokonság és a nemzeti tudat összefüggését említettem, itt a Szűcs Jenőféle meghatározást hozom, mert van egy nagyon fontos vastagbetűvel kiemelt rész, tehát a nemzeti tudat, azonosságtudat és pedig az aktuális identitás tudatának olyan formája, melynek fontos eleme a történeti folytonosság tudata. Ez rendkívül fontos lesz. Gondoljunk a rákóromán elmélete, ahol szintén ugye a történeti folytonosságot hangsúlyozzák a románok velünk szemben, és nálunk pedig a hun-magyar rokonságban öltött ezt testet. Tudnélik, amikor mire bejöttünk, hát azért mi szétszórtunk szlávokat, meg másokat, akik éppen itt voltak előttünk már, ugye, és hát ettől nem lettünk szimpatikusabbak ugye itt a környéken. De akkor jól jött ez a szűcsenős meghatározás, annak ellenére, hogy akkor 800 évvel ezelőtt ezt nem olvashatták még, hogy kérem szépen, mi nem bejöttünk ide barbár népekként keletről, hanem mi visszajöttünk, mert a hunok itt voltak már, és mi a hunoknak vagyunk leszármazottai. Kérem szépen, ezt megírta ugye Anonymus, megírta Kézai. Itt jelentkezik a történeti folytonosság tudata. Vannak olyan történész nézetek, magyarázatok, hogy ezt királyi utasításra vették be a magyarok történetébe, ezt a szempontot, hogy mi tulajdonképpen a hunok leszármazottai vagyunk, és visszajöttünk az őseink által már egyszer elfoglalt földre. A nemzeti tudatnak tehát fontos alkotó eleme a nép és az állam eredete, ez a középkori ugye felfogás. Ugye a krónikákat, a legelsőket említettem. Ehhez a valóságos etnogenezishez kevés köze volt ugye a krónikák tartalmának. Igazolni kellett az, hogy mi jogszerűen vagyunk ezen a földön. Későbbiek a török hordoltság idején jelenik meg a Regnum Marianum, tehát a Mária országa vagy országa felfogás. Ugye a katolicizmus és a nyugat védőbástyája lesz Magyarország, ugye ez is beleépül a nemzeti tudatba. Majd megint egy nagy ugrással elérkezünk a 19. század utolsó harmadáig, ahol a nyelvrokonság szempontjából fontos események történnek. Egyrészt megalakul a világon az első finnugor nyelvekkel foglalkozó tanszék a Pesti, akkor még Pesti Egyetemen. Kirobban egy vita Vámbéri, aki török rokonságot hirdet a magyar nyelvvel kapcsolatosan, és a tanszékvezető, az első tanszékvezetője József Budenc, magyarosan Budenc József között, és kirobban az úgynevezett ugor-török háború, ezt így hívják, hogy ugor-török háború szakirodalomban, ocsmány hangvételben, tehát a napilapoktól kezdve a folyóiratokon át a szakmai lapokig támadták egymást, és hát a hülye az volt a legenyhébb jelző a másik táborra nézve. De minden esetre a magyar nyelv finnugor eredetének elmélete ekkor szilárdul meg, 3-2-re győztek a finnuguristákra, fél időben még a törökösök vezettek, 2-0, de a második félre felerősödtünk, hogy egy kicsit aktuál politikát is belevívva a dologba sportosan fogalmazzak. Na most erre a kérdésre majd rögtön visszatérek még, de még mielőtt kialakult volna a történet, illetve az összehasonlító nyelvészet, ugye sokakat már addig is érdekelt, hogy az adott nép, illetve a nyelve, a kettőt azonosnak vették, honnan származik. És hát ugye mi magyarok, de mások is elkövették azt a, hát mai szemmel nézve a hibát, bakit, hogy egész az Ótestamentumig visszavitték az egyes népeknek, nyelveknek az eredetét. Kérem szépen, itt a sokat idézett Horváth István, ugye, aki a történész volt,
aki azt mondja, hogy pözsög a Szentírás a magyar nevektől, és hát akkor mindenféle ókori, illetve a Bibliában előforduló szót, én csak kettőt emeltem itten ki, de hát hatalmas a lista. Az Ádám, az az Ád Ám, és akkor megmagyarázva gyöngébe kerül, tudnék, Almát Évának. Igaz, hogy én a Bibliában ezt fordítva tudom, már elnézést kérek a hölgyektől, de hát ez, mintha az Éva adta volna az Ádámnak az almát, akinek ez meg is akadt itt, ugye az Ádám csutkája, így keletkezett, megakadt a torkán. Szóval minden esetre ilyen magyarázatok értek százával. Táncsics Mihály, akit nem csak azért szeretünk, mert kiváló nyelvész volt, aki kijelentette azt, hogy a magyarok találták ki a nyelvet, mint olyat, a hangokat, a szavakat, azt mondja, az első szó az az ab volt, ugye a, b, c, stb. Az ab, és ez ugye olyan szavakban van meg, mint a bab, képzeljék el, az eleje is megvan, hát, szóval a bab például, ugye, és hát innen jöttek a némettől kezdve egy sereg más nyelvben az ilyen elemeket, hangokat tartani a szavak, például a vacsoraidő van, ezért mondom, hogy a németben az abendessen, ez abendessen, ez nem az én kitalációm, nekem nincs csak a fantáziám, ez Táncsics Mihály, az abendessen ebből származik, kérem szépen. Szóval, de hát a probléma nem itt van, a probléma ott van, még 1919-ben is jelent meg két füzet Markos Gyula tollából, aki azt bizonyította, hogy a Szentírás, az isteni kinyilatkoztatás nyelve, a paradicsom nyelve a magyar volt. És hát itt ide van írva a diófakör is, ez Csakó Gábor író és nyelvpolitikus idézőjelbe téve, erősen idézőjelbe téve, írásaiból és a körülötte kialakult körnek a véleményéből. Ők nem fogalmazzák meg azt, hogy a magyar nyelv a világ első nyelve, és hogy minden más nyelv ebből származik, de olyan elemzések, úgynevezett elemzéseket hoznak, amelyekből kiderül, hogy a magyar őrzi meg a nyelvnek, mint olyannak a kialakulási folyamatát, mindenféle processusait, hogy jött létre a hang érzeményekből az önálló szó, tehát az egyes hangoknak van valamiféle jelentése. Ami igaz, mert sok nyelven a l hangot tartalmazó szavak azok mind ilyen levegő, légies, libeg, lebeg, stb. Csak ugye ez nem csak a magyarra jellemző, hanem ez egy sereg nyelvre, de őket ez nem hatotta meg, amikor megpróbáltam meggyőzni, hogy még mondok még egy tucat nyelvet, amiben ugyanezt találjuk meg. Na most a finnugor eredet ellen már ugye, hát legalább 1770-től akkor jelenik meg Sajnovics Jánosnak a magyar lap összehasonlító munkája, latinul Kopenhágában. Attól kezdve nem szeretik a magyar nyelv finnugor eredetesítését. És most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, 3-4 tényezőre vezetik vissza, hogy miért terjesztették el Magyarországon, és kik terjesztették el ezt a magyar nemzet gerincének megtörésére kiváltképp alkalmas nézetet. Hát a németek, mert ugye Göttingenből jön Budenz József, Göttingenben jelent meg még korábban, 1799-ben Gyarmati Sámuelnek, mindjárt vetítem a képét, az első, az indoeurópai nyelvészetet is megelőző munkája, ahol egy nyelvcsaládot mutat be és elemez. Itt van Gyarmati Sámuel, és Lőczer körül, aki egy történész professzor volt, alakult ki egy olyan kutatócsoport, amelyik elsősorban az oroszországi állapotokkal, nyelvekkel, kultúrákkal foglalkozott, és hát sokan tanultak nála, például Gyarmati Sámuel is. Itt van az első összehasonlító nyelvészeti könyv, ugye most már több mint 200 éve, hogy ez megjelent. A másik a Habsburgok, és az őket kiszolgáló jezsuiták. Itt most olyan helyen vagyunk, kérlek szépen, Nyugat-Magyarországon, ahol csupa labanc van. Ezt én megkaptam a kelet-magyarországi írótól is, nemzetközi fórumon, hogy egy labanc hazaárló Habsburgi Bérenc bitang vagyok. Egyszer csak azért, mert mondtam, hogy ki vagyok és Szombathelyről jövök. Most lehet, hogy kőszeg ki van véve ebből a körből, de mondjuk annyira közel van Szombathelyhez, hogy valószínűleg ide is stimmel. Ugye? És hát ugye a Sajnovics is egy jezsuita páter volt, aki csillagvizsgálni ment ugye a norvég király meghívására Hel Miksával együtt föl. És hát ottan volt, amikor borús idő volt, és akkor volt idő a lappokkal foglalkozni, és észrevette azt, hogy hát kérem szépen a lap és a magyar nyelv között
ez a demonstráció nevű munkája, nagyon hosszú a cím, csak a demonstrációval szoktuk demonstrálni ezt a munkát. Itt a néhány szó, meg nyelvtani elemnek a felfedezése tulajdonképpen, ezeket még ma is elfogadjuk helyes etimológiáknak. Az első szó mindig a magyar, a második pedig a norvég lap. És hát kérem szépen, a zsidók, akik sok mindennek okai, egyebek között ennek is, hogy a magyar nyelvet finnugornak kell tartanunk, valóban így alakult, hogy a Pudenc József vezette első Magyarország finnugor tanszék első generációs hallgatói között sok volt az zsidó származású. Abszolút magyar tudatú emberek voltak, semmi baj nem volt ilyen szempontból, tehát ezt mesterségesen szítani egy ilyen ellentétet abszolút fölösleges, de hát ugye mindig vannak, akik hajlanak ezekre a gaztettekre, tehát a zsidóknak is köszönhetjük, hogy mi finnugorokként vagyunk nyilvántartva, és hát persze a kommunisták, a komenisták, például a Kádár korszak is ugye, mert támogatta a finnugor tanszékeket, vagy legalábbis nem záratta be őket. A nyelvrokonításnak vannak nyelvészeti, arra is majd ki fogok térni, és vannak nyelven kívüli mozgató rugói. Ugye, amíg nem alakul ki az összehasonlító nyelvészet, és hát akkor is elkezdik hasonlítani nyelveket egymással, ugye a humanizmus a reneszánsz időszakában éli meg az ember a nemzeti ébredést, és hát akkor ez megint csak a nyelv és a nép minél messzebb való, távolabbra való visszavezetése volt a cél. Ugye a Hébert, a görögöt meg a latin szent nyelvek tartották, mert a Biblia ezeken a nyelveken volt meg. Tehát a törekvés az volt, hogy ezekkel a nyelvekkel rokonítsák mondjuk a nem szent nyelveket. De amikor Luther lefordítja a Bibliát, ugye egy gátat szakít föl, angolra már korábban persze fordították, de a nagy gátszakadás az a lutheri Biblia fordítások után megy végbe, zajlik le. A németi szent nyelvű válik, és akkor a német alapján, időnként figyelembe véve az eredeti szent nyelveket, más nyelvekre is elkezdik lefordítani a Bibliát, tehát a szent nyelvek közé sorolódtak mások is. Ez az egyik nyelven kívüli háttér. A másik a gazdasági hatalom. Kérem szépen, bizonyos nyelvek ősibbek a hébernél, tartották ezt, amikor kialakul a holland világbirodalom, és itt megint nagyon fontos az identitás és a nyelv összekapcsolása, van egy hatalmas nagy kereskedelmi világbirodalom, ugye, Hollandia részéről, meg kellett fogalmazni azt is, hogy nem csak világbirodalom van, hanem a nyelv is ősibb az összes többi nyelvnél. Tehát nem véletlen, mi vagyunk a világbirodalom. Tehát itt megint fontos a nyelvnek a szerepe. 1580-ban megfogalmazzák a nézetet, a paradicsom nyelve a holland volt. Hát ők még nem tudhatták, hogy nem a holland a paradicsom nyelve, hanem a magyar. Tehát ez legyen a legnagyobb bajunk, hogy a hollandokkal itt összeütközünk. A futballjuk jobb, mint a miénk, egy picivel még. Politikai érdekek is szerepet játszhattak, ugrunk egészen a 20. századig. Az 1930-as években, ugye amikor még a Németországgal voltunk szövetségben, akkor ugye be kellett bizonyítani a magyarok Európa legrégibb germánjai. Ezek sajtó, tehát ezek nem abszolút nem tudományoskodó, vagy tudományos írások természetesen. A napi sajtóban jelentek meg ilyen írások. Magyar-japán rokonság, ugye ilyen a magyar-japán közös határ például, ugye volt ilyen szlogen. Nekem ma az problémát okoz, hogyha el kell utaznom Nyíregyházára, pedig az itt van a kis Magyarországon belül, és képzeljék el, hogyha Urálig kéne mennem, nem mintha nem mentem volna, de ez még mindig Magyarország lenne, nem tudom, a japánok meddig akartak nyugatra jönni. Amikor aztán látszott már egyesek fejében, ugye, világossá vált, hogy a háborút ugye a németekkel elveszítjük, jön az angol kapcsolat, Szent Györgyi Albert, stb. Tehát ez a politikában. Igen, de tükröződik a nyelvrokonításban is. Elkezdenek írni a sajtóban arról, hogy a magyar és az angol nyelv rokon. De mi ugye annyira szerények vagyunk, magyarok, hogy voltaképpen
az angoloknak az őshazája itt van a Kárpát-medencében, mi vagyunk az igazi angolok, azok, akik ott vannak a Körös Albionban, azok innen valamiért kivándoroltak. Ők tudják miért. A szerénység az mindig is jellemző volt mi rá. És hát még egy dolog, amire már utaltam az előbb, a tudati kompenzáció, a hatalommal szemben megnyilvánuló ellenállás. Kérem szépen, a 60-as évek, 60-70-es években volt csúcsponton a magyar-sumér rokonítás. Kezdődik a 56 után, ugye egy évtizeddel kezdődik a magyar konszolidáció politikában, de azért bírálni a rendszert nem lehet, nem volt ajánlatos. Úgy bírálták a rendszert, és úgy vigasztalták az emberek az értelmiség magát, hogy hát legalább a múltunk dicső, mert a sumérokról azért lehet sok mindent tudni, hogy mi mindent fedeztek ők fel, és hát ugye mi, ha az ő rokonaik vagyunk, akkor legalábbis lelkileg rendben vagyunk. Hát sajnos éket vert közénk az írás, hogy mondjuk utaljak a sumérok írásbeliségére is. És hát ugyanezt tapasztaltuk Erdélyben, a legvadabb Ceausescu érában. Gondoljunk csak mondjuk a 60-70-es években volt ott is csúcsponton a magyar sumér rokonság gondolata. Egy, kettő, Szabédi, ugye kitűnő műfordító, irodalmár, író, költő, tudós, ír egy ilyen vastag könyvet a magyar nyelv történetéről, amiben azt bizonyítja, abszolút meggyőzőnek tűnő nyelvészeti eszközökkel, hogy a magyar és a latin nyelv rokon. És hogy ős latinból fejlődött ki a magyar. Miért? Azért, mert az nyilvánvaló volt, hogy a román, ugye, mint neolatin nyelv, kapcsolatban van a latinnal, és hogyha a magyar is a latinból származik, akkor a magyar meg a román tulajdonképpen testvérnyelv, ha testvérnyelv, akkor testvérnépek vagyunk, és nem kell egymást utálnunk. Ezt ő megírja egy nagyon hosszú körmondatban a bevezető valahányadik oldalán, nem azt mondom, hogy körmönfontan, de kétszer el kell olvasni azt a bizonyos szakaszt, hogy az ember erre a következtésre jusson, hogy ezzel próbálta közelíteni egymáshoz a két népet. Rendszerváltást mondtam, sumér magyar rokonítás. Én szépen ez annyira komoly dolog volt, hogy az én első könyvem 1977-ben az ugortörök háború után volt, ez a sumér kérdés ellen íróról, de mással is foglalkoztam benne, más tudománytalan nézetekkel. És mikor kiderült, hogy itt ebben sumér kérdés van, Argentinából az ottani magyar diaszpóra, azok jezsuita szerzetesek üzentek nekem, hogy be nem merjem tenni Argentinával lábamat, mert nem tudják garantálni az én, hogy én túlélem azt a találkozást. Na azóta nem voltam Argentinában. Hát, nem tudom, addig ugye hetente jártam ki, de azóta nem merek kimenni Argentinába, mert hát, ha még élnek az utódaik, a jezsuita pátereknek lehet, hogy nincsenek leszármazottai, de a pápáknak is szoktak lenni gyerekkel, úgyhogy ki tudja, hát, ha a jezsuita pátereknek is volt. Na most időnként hoznak a tudománytalan nyelvhasonlítók is nyelvi eszközöket, anyagot, hogy amivel bizonyítani akarják, hogy ezek a nyelvek XY nyelv, ugye, rokoni kapcsolatban egymáshoz. Miért lehet manipulálni úgymond a nyelveket? Ugye a nyelveket tipológiailag, tehát a típusuk szerint lehet osztályozni, és lehet genetikailag, most ez nem a génkutatással, hanem hogy régen a nyelvrokonítást értettük régen a genetikai osztályozáson. Ez utóbbi ugye a történet összehasonlító nyelvészet tulajdonképpen, amely nyelvek eredetével, történetével, rokonságával foglalkozik. Most a tipológiai osztályozást nem részletezem, de hát ugye tudjuk, vannak ragozó nyelvek, hajlító nyelvek, izoláló nyelvek, nagyon praktikus, mert nincs igáragodás, meg főnévragodás, szavakat dobálunk egymás után. A mondattan annál nehezebb persze, és annak bekebelező nyelvek, de tudnunk kell azt, hogy önmagában a típus nem biztos, hogy elegendő a tipológia azonosság ahhoz, hogy rokon nyelvekről beszéljünk. Annál is kevésbé nincsenek tiszta típusok. Ha arra gondolunk, hogy az angol, mint indoeurópai nyelv, ugye ez egy flektáló, hajlító nyelv, egy olyan sajátosságot mondok az angolból, hogy ugye a tő magánzója változik meg, semmi más nem jár az óhoz. Most úgy mondom, ahogy az óangolban mondták, sing, énekelni, sang, sang, sung,
lásd német, zingen, zang, gesungen, tehát ez a tipikus germán I-A-U változás, csak az angolban a kiejtés már megváltozott, és mást jelent, tehát ugyanaz a szó, tehát énekelni, csak az egyik jelenlő, a másik múltidő, a harmadik melléknév, igenév, és azt mondom, hogy song, az pedig egy főnév, az ének, a dal. Na, de hogyha azért mindenki tanult és tud angolul rajtam kívül, tudja, hogy minden további nélkül lehet mondatokat generálni az angolban, anélkül, hogy egyetlen egy toldalékot hozzátennék a szóhoz. Hát nincs igeragozás, hát az egyes szám harmadik személy jelenlőben még van, de múltidőben az sincs. Ugye? Nincs személyrag. Shakespeare idejében még volt. Ugyanúgy ragozták a főnevet, ugyanúgy ragozták az igét, mint a németben ma körülbelül, és egyik pillanatra a másikra ezt feladták. És hát lett egy nagyon bonyolult igeidőrendszer, meg egy viszonylag bonyolult mondattan. Tehát van flektáló vonás, van izoláló vonás, ez az, amikor nincsen alaktan a nyelvnek. Például, és a magyarban is vannak hasonló jelenségek. De mondom, ez önmagában nem elegendő. Na most a nyelv manipulálhatósága az, hogy szavakat hasonlítanak össze. Az egyrészt nem elég, de mert nyelvtant is figyelembe kell venni, de például nézzünk egy ilyen szerkezetű szót, más hangzó, magánzó, más hangzó, egy ilyen típust. Statisztikailag azt szoktuk mondani, hogy átlagban egy nyelvben van 20 más hangzó, meg 10 magánzó. Ugye a statisztikai átlag az épp olyan, mint a bikini, a leglényegesebb dolgokat fedi el. Tehát itt is így van, mert alig van olyan nyelv, amiben ennyi más hangzó vagy annyi magánzó lenne, de ezt szokták kihozni. Egy ilyen szerkezetű szó 4000 lehetőséget tartalmaz. 20-10-20. Magyarban megnéztem, 500 ilyen szó van, nem számoltam végig, nyálasztam végig egyenként, hanem vannak számítógépes programok, amelyek ezt kidobták. Azaz 1/8 része van kihasználva a lehetőségeknek. Ha egy másik nyelvben ugyanaz az arány van, akkor a kölcsönösség együttható, nem tudom, van matematikus, aki tud javítani, de már olyan régen csináltam ezt, hogy elfelejtettem a nevet. 1/8-szor 1/8-szor 1/64-en 500-at elosztom 64-en 8-ra jön ki, 7,85-re, vagy valamennyire. Azaz ennyi szónak egybe kell csengenie ilyen szószerkezet esetében a világ bármely két nyelvét veszem. Lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb, de átlagban ez jön ki. Mert például egy sor, de hogy mire ilyen kevés, egy sor matematikai lehetőség nincs kihasználva. Ha azt mondom, hogy bal, bál, bel, bél, nincs bil, nincs bol, nincs böl, nincs bul, nincs bül, például. Ez 10 lehetőség lett volna, ebből 4-et használunk ki, és ennél rosszabb arányok is vannak, és minél hosszabb egy szó, ha csak egy más hangzót hozzáteszek ide, akkor az már 80 000. A magyar értelmező szótárban nincs annyi szócikk. Tehát ez mutatja, hogy minél hosszabb egy szó, annál kevésbé használja ki a nyelv a lehetőségeket. Mondják, hogy a tipológiai szerkezet. Kérem szépen, a tipológia és a nyelvrokonság úgy viszonyul egymáshoz, hogy a nyelvrokon népek tipológiailag általában egybeesnek, de a tipológiailag egybe azonos nyelvek nem biztos, hogy nyelvrokonok. Ugye ezt könnyű ellenőrizni, van 4 alaptípus, amit az előbb itten fölvetítettem, vagy kivetítettem, és ha van 6000 nyelv a világon. Ha meglenne ez az összefüggés, hogy a tipológiailag azonos nyelvek rokonai egymásnak, akkor tulajdonképpen statisztikai átlagban megint egy típusra 1500, ugye 4x1500, 6000, 1500 nyelv esne, és akkor 1500 nyelvnek kellene alkotni egy nyelvcsaládot. Ezt mindenki látja, hogy ez nem így van. A tipológiai szerkezet azonossága önmagában tehát nem mond semmit, de a magyar és sumér összevetésnél hoztak 2 ilyen tipológiai jegyet, én megmutatom, mi ez a magánzó harmónia és az agglutinálás. A magánzó harmónia ugye azt jelenti, hogy a legtöbb főnévragodás esetében esetünknek több alakja van, a magánzóban van különbség. Ha a toldalék hangszíne mindig a szótő magánzójától függ, azt mondom, ha mély a szótőben, a magánzó házházban, ha magas kertkertben. A sumérban viszont a két szótagú szón belül, az eredeti sumér szavakban csak ugyanaz a magánhangzó szerepelhet. Tehát ez teljesen más
magánzó harmóniát, van ama, anya, uru, közösség, és így tovább. Tehát itt nem a toldalékok és a tő összhangjáról van szó. És hasonlóképpen nézzünk ki az agglutinálással is, hogy a magyarban a szótő után különböző toldalékok jönnek, ahány grammatikai funkciót ki akarok fejezni, annyi toldalék. Fi, fia, fiai, fiaié, fiaiéi. Világos, ugye? Ha valaki magyar, tehát egy külföldi magyarul akar tanulni, és maga, mi nem akarjuk tanítani őt, akkor csak egy ilyen példát kell neki mondani, és akkor biztos nem fog tanulni magyarul. Megkeresztelhetnélek, ugye? Itt is el vannak választva egymástól a különböző funkciót kifejezni képes toldalékok. A sumérban viszont, ahol szintén van persze úgynevezett agglutinálás, a jelentés hordozó elemek a szerkezet elején, a toldalékok pedig a szerkezet végén fordított, tehát ilyen tükrös sorrendben vannak. Itt van ez a példa. Én csak nyugat-dunántúli kiejtéssel tudom visszaadni ezt a sumér szót. Tehát én ingél szukaka. Az é az templom, ház templom, a nin isten, a nginszú az az istennek a neve. És arról van szó, hogy a nginszú isten templomában, vagy házában, itt van a ház, itt a végén van a ban, itt van a birtokos, a isten, meg a név is, a birtokos esetek pedig a szerkezet végén vannak. Tehát ez is egyfajta agglutinálás, de a magyar nem erről szól. Hogyan hasonlítsunk nyelveket? Ugye a szókészlet és a nyelvtan együttes vizsgálata adhat valamit, a véletlen egybeesésekről már beszéltünk, és hát mivel, hogy a nyelvek fejlődnek, gondoljunk csak arra, hogy milyen volt a Tihanyi alapítólevélben az a egy szem fél mondat, ugye, és hát az akkori szavaink, vagy az ómagyar Mária síralom szavai, és így tovább, hogy van változás, de most a rokon nyelvek is változnak, és egy széttartó fejlődés van, és ahogy megy az idő előre, egyre távolabb kerülünk egymástól. Tehát nem az azonos hangzás kell nekünk megtalálnunk, hanem a megfeleléseket, a változások alapján, tehát változásokat kell összevetnünk egymással, és mindenféle megfeleltetéseket kell például nekünk találnunk. Itt egy olyan példát hozok a magyar kész szóra. A filmben ez úgy hangzik, hogy keszi, ami sokkal közelebb áll hangzásra a kéz szóhoz, mint a tulajdonképpeni megfelelő, a kete, mert itt egy olyan változás ment végbe a filmben, hogy a T-ből bizonyos helyzetben S válik. Nem megyek bele, nagyon hosszú lenne a elmagyarázása, de itt van a cseremisz vagy marin nyelvben ugye ugyanez a szó kit. Tehát a többi nyelvben mindenhol megőrződött a T, és a magyarban ment végbe két magánzó közötti helyzetben a T-nek az évé változása. Most ez egy nagyon egyszerű példa volt, nem akarok tovább. Ezzel időt tölteni, viszont azt szeretném elmondani, hogy a finnugor rokonság ellenzői azt mondják, hogy a finnugor nyelvészek addig mesterkednek mindenféle kitalált ilyen hangváltozásokkal, meg törvényekkel, meg minden egyéb, amíg ki nem jön a számukra kedvező eredmény. Ez már majdnem olyan, mint a Libe Bizottságnak az ismételt szavazása Brüsszelben. Jaj, bocsánat, ez most nem erről beszélünk, hanem a nyelvészetről. Kérem szépen, azt senki nem tagadja, hogy az indoeurópai nyelvcsaládon belül például mondjuk a neolatin nyelvek ugye közös ősre mennek vissza, most leegyszerűsítve a kérdést. Ja, nem, előtte hozok egy példát, ami illusztrálna azt, hogy hát persze, ami a finnugristák mindent megmagyarázunk. Ha van a cseremisz vagy marin nyelv, mert tuna, kta, ez a tan, tanít, tanul, stb. Igének a töve, ez a tuna, és ehhez hozzájön a műveltető képző, tuna, kta, szerint egy tanít. Ez teljesen szabályosan megfelel a magyar ít képzőnek, azért, mert tudjuk a régi magyar nyelvből, hogy ez a tanít egy tanoitra megy vissza, az egy korábbi tanoktra, majd egy tanoktra, kt-re. Ja, megint jön a finnugrista és megmagyarázza. Kérem szépen, akkor hozok egy indoeurópai példát. Angol. Licht. Német licht. Light. A kiejtés. Valamikor így ejtették, ahogy írva vagyon, azért írják így. Hozok egy talán még szebbet. A lacte, latte, lapte összefüggés, azt hiszem mindenkinek világos, ugye? Latin, olasz,
portugál-román, és nem soha látták, mindegy, van egy alak, francia. Kéne egy ilyen hosszú jelet, még rátennem, csak nem találtam mindenjében. Úgy írják, hogy light. Tej. Ugyanaz a változás ment végbe, és ezt senki nem vonja a kétségbe. Na most kérem szépen, a nyelv fonetikailag, a nyelvek fonetikailag egyformán működnek. A fonetikai változások azok minden nyelvben azonosak. A különbség a nyelvek között az lehet, hogy az egyik nyelvben végbe megy a változás, a másikban meg nem. Az egyik nyelvben mind az 5 fázison végben, vagy keresztül megy, vagy 4 fázison, a másik nyelvben meg elakad a közepén. De a változások azok minden nyelvben egyfajta természetes fonológia és természetes fonetikának nevezik. Tehát mondtam, hogy ugye a nyelvrokonság nem azonos a néprokonsággal, innen ugorhatunk is tovább. A hagyományos felfogás szerint, és akkor most jön a nyelvészeti része a dolognak, de lájtosan, ha már az előbb itten hoztam ezt a szót, próbálom megoldani. A történet összehasonlító nyelvészetnek a feladata az, hogy rekonstruálja a nyelvcsalád kiinduló pontjául felfogott vagy értelmezett úgynevezett alapnyelvnek a mienségét, szókincsét és a nyelvtanát. Ennek a módszernek a neve történet összehasonlító nyelvészet. A félugor nyelvészetben azt tartják, hogy ez a bizonyos alapnyelvi kor, amikor ezt az úgynevezett alapnyelvet beszélték, ez olyan 6-8 ezer évvel ezelőtt lehetett, tehát időszakban a 6.-4. évezet között lehetett ez a nyelvi állapot. Csak hogy mivel nem nézik azt, hogy az honnan jött ez a nyelvi állapot, azt rekonstruálják innen mától oda, vissza odáig, de azt nem nézik még, hogy ez honnan származik, ezért aztán hát az alapnyelv úgy néz ki, mint egy lingua ex machina, tehát ugye a deus ex machinának az analógiájára, hogy ez csak így lett ez az alapnyelv. Kérem szépen, holott ugye ez a bizonyos alapnyelv, amit csak mi mondunk alapnyelvnek, ők a buták nem tudták, hogy ezt alapnyelv, ők alapnyelvet beszélnek, hát nem jártak finnugor órákra, valószínűleg 6000 évvel ezelőtt. Ugye ez az általános emberi nyelvfejlődésnek egy nagyon késői fázisa, majd mindjárt mutatok egy évszámokat is. És ez egy természetes nyelv tulajdonképpen, amelyet csak retrospektíve, tehát innen visszatekintve nevezünk alapnyelvnek. A magyar, ma itt a Kárpát-medencében mi szintén egy alapnyelvet beszélünk, amit majd 5000 év múlva úgy fognak mondani, hogy régen a Kárpát-medencében 5000 évvel ezelőtt beszéltek valami magyar nyelvet, amelynek a maradványai kimutathatók a Kárpát-medence új nyelveiben is, csak az egyik az inkább szlovák lesz, a másik ukrán, a harmadik román, ha ők is megmaradnak természetesen, ugye. Tehát nekik az lesz az előnyük az akkori kutatóknak, hogy ha nem pusztulnak el az írásos meg hanganyagaink, akkor nem kell rekonstruálniuk, nekünk rekonstruálnunk kell, mert a nyereg alatt húst puhítottak, de valószínűleg az összes CD is összetört a húspuhításnál, ugye a vándorlások 1-2000 esztendeiben. Tehát nem maradt semmiféle anyagunk, bizonyító anyagunk. Megnézzük, hogy ugrunk inkább tovább. A hagyományos felfogás szerint így néz ki, tehát az uráli alapnyelv. Ezt ismerjük az iskolai tanulmányainkból. Ugye a két ágra bomlik, a finnugor, meg a szamojéd, aztán tovább bomlanak, itt látjuk. A piros csak azért van kiemelve, mert oda jön majd a magyar. Most a kutatás során, amikor ezt az alapnyelvet kell, az uráli alapnyelvet, ezt kell rekonstruálni, ugye ez a cél, ezt a mai nyelvekből indulnak ki, amelyeket itt látunk, nem mindenki fért ide, tehát a balti finn csoport ennél lényegesen nagyobb, de nem fértek oda. A finn meg azért van itt kinnan kiemelve, mert ők ugye meg a H is nagybetűben van írva, mert ez 3 Európai Unióban beszélt finnugor nyelv. Most a rekonstrukciós eljárás során tulajdonképpen incestust követnek el, hogy finoman körülírjam a jelenséget. Tudnék, a leánynyelvek, ezek a mai nyelvek alapján rekonstruálják az alapnyelvet, majd az alapnyelvből megmagyarázzák a leánynyelveket. Erre 150 évig senki nem jött rá, hogy ez fából vaskarika tulajdonképpen. Amikor én ezt előadtam, akkor ugye azonnal fejbe vágtak érte.
elég rendesen próbálkoztak, de túléltem azt is. Na most a családfa tehát úgy van, hogy még egyszer jön ez az ábra, hogy jön majd egy nyíl, amelyik innen alulról fölfele fog mutatni az uráli alapnyelvig, majd onnan egy másik nyíl, amelyik lejön a mai leánynyelvekig. Megyünk. Na, nem? De igen. Innen rekonstruáljuk tehát az alapnyelvet, majd az alapnyelvből pedig levezetjük a mai nyelveket. Hát ugye ezzel nem sokra megyünk, sajnos. Tehát vannak egyéb más bajok is. Mondjuk, amikor látjuk a leánynyelveket, itt már megfelelő csoportosításba hoztam itt ugye alul, balti finn nyelvek, meg permi nyelvek, meg nem tudom micsoda. Ugye mindig meg kell keresni, hogy mely szókészlet és nyelvtani elemek alapján hozhatók létre a csoportok. Tehát, hogyha olyan elemeket találunk, ami minden balti finn nyelvben megvan, vagy a többségükben, akkor azt mondjuk, hogy ez közös ősre megy vissza. Ha itt látjuk, hogy a volgaiakban is van valami, akkor egy finn-volgai, akkor eddig jutunk el. Ha permiben is megtaláljuk a jegyeket, akkor még tovább megyünk finn-permire. Hogyha az ugor nyelvek köztük a magyarban is megtaláljuk, akkor finn-ugorig megyünk. Ha a szamoidban is megvan a jelenség, akkor uráli. Tehát ilyen lépcsőzetes a rekonstrukció. Amennyiben nem prekoncepcióról van szó, kérem szépen, duális a kettős szám, amikor megkülönböztetik az, hogy én beszélek, mi sokan beszélünk, és mi ketten beszélünk. Igenragozásban, főnévragozásban, és így tovább. Feltételezik, hogy ez megvolt már az uráli alapnyelvben. Nézzük meg, piros betűkkel van jelölve az, vannak azok a nyelvek jelölve, ahol a kettős szám megvan. Hát nincs az az összehasonló nyelvészet, amelyik, ha nem prekoncepcióval viszonylag a kérdéshez, amelyik fel tudja hozni az alapnyelvig ezt a jelenséget. Tudnék, itt sehol nincs. A magyarban vannak nyomai, de hát csak eddig tudunk elmenni. És ugyanez van a két igeragozással is, amikor azt mondjuk, hogy kicsit meggyorsítom. Opa. Hogy van két igeragozás, alanyi és tárgyas ragozás. Most abban nem megyek bele, hogy ez abszolút félrevezető az elnevezés, de majd a kicsit később, röviden majd azért kitérek rá. Itt ugyanaz a helyzet, csak ezekben az ugor meg a szamoidban van meg, illetve megvan a mordvinban. Tehát a finnugor oldalon nem lehet fölvinni eddig, a szamoidban föl lehet hozni, meg van az az ugor, amelyik ezen kilóg, tehát nem lehet ezt se urálévá tenni. Tehát vannak ilyen fura eljárások, és hát ugye ez azzal függ össze, ja nem, pont, kész. Visszaugrok egy picit arra, hogy egy más magyarázat, például enyém, milyen alapvető kérdést tesz fel? Azt, hogy ez a bizonyos alapnyelv, amiről előbb beszéltünk, ez honnan származik. Hozok egy hevenyészet idősort, a Homo sapiens, ezt én most a neandervölgyi típus által félrejelzett ugye típusra. Mondom, ez kb. 200.000 évvel ezelőtt jelenik meg. Itt minden nap más eredmények jönnek ki, tehát most ezt vegyék úgy, hogy hozzávetőlegesen mondom. A gesztus nyelvből kialakul az absztrakt nyelv. Az absztrakt nyelv az, amikor a hangsor és szó és a jelentések között nincs összefüggés. A gesztus nyelv az, amikor a kettő között van. Én valakit bokán rúgok itt, vagy Patagóniában, az nagyjából ugyanazt a reflexiót, abban ugyanazt a reflexiót váltom ki, ugyanazt a hanghatást és így tovább. Most leegyszerűsítve a dolgot. Az absztrakt nyelv viszont az, hogy van a szék, ami áll három hangból, sz, é, kö, és ha lenne közel a hangsornak, a jelölőnek a jelölthöz, akkor ugye azt mondanám, a sz az a támla, az é az ülőke, a ká meg a lába. Ha ez így volna, akkor a világ minden nyelvében széknek hívnák a széket. De hát nem így van, ugye, ez az absztrakt nyelv, amikor a jelölőnek és a jelöltnek semmi köze egymáshoz. Megjelenik a Homo sapiens a négyzeten, tehát a Homo sapiens sapiens, tehát ez a Cro-Magnon, és a jobbak mi közülünk is ide tartoznak, mi valamennyien természetesen, ugye kb. 70.000 évvel ezelőtt, valahol Kelet-Afrikában. 50.000 évvel ezelőtt jelenik meg Észak-Eurázsiában, és főképpen Szibériában, mert ott hideg volt, de jégkorszak nem, ellentétben Európával, ahol többször jöttek ilyen jégkorszaki hullámok. És hát itt van az uráli alapnyelv a szegény a 4000 évével. Mint a mi nyelvcsaládunk kiinduló pontja. Kérem szépen, mit csinált az az ember az előtte levő 70.000 évben? Ugyanúgy beszélt, mint mi.
gyakorlatilag. Az agy térfogata picit nagyobb volt, mint a mai emberé, úgyhogy ha így fejlődünk tovább, előbb-utóbb vissza kell másznunk a fára, hogyha csökken az agy térfogatunk. És ismert az absztrakt nyelvet, mert az már itt kialakul, ebben az intervallumban. Tehát én azt mondom, hogy az alapnyelv az általános nyelvfejlődési folyamat egyik állomása, ma is alapnyelvet beszélünk, ezt már mondtam, és azt tételezem fel, hogy az a bizonyos alapnyelvnek nevezett valami, az különböző tömbök, különböző népek által alkotott tömbök nyelveiből alakul ki. Ugye az érthetetlen számomra, hogy a klasszikus, tehát hagyományos finnugor nyelvészek is, akik rekonstruálják az alapnyelvet, rekonstruálják hangrendszert, igeragodást, főnévragodást, szókészletet, és nem teszik fel a kérdést, hogy ez hogy alakul ki. És egyszer elmondtam egy konferencián, itt az időrövidségemet nem mondom el, hogy azt mondtam, hogy két sámán találta ki 7892 évvel ezelőtt augusztus végén, amikor beszélgettek a tábortűz mellett a barlang bejáratánál, találták ki a nyelvet, mert elment egy nő a színen, és az egyik sámán azt mondta, nő, megszületett az első szó, és látták, hogy jó van ez így, hogy egy kicsit hajazok a Bibliára is. Na most, és akkor egy óra alatt összedobták a szókészletet, és már-már elkezdtek beszélni, amikor azt mondja az egyik, oh, és a grammatika, ja tényleg, hát egyes szám, többes szám, múlt idő, jelen idő, felszólító mód. Egy órát összedobták a nyelvtant, csaptok, ezen van alapnyelv. Ezt elmondtam egy tudományos konferencián, el tudják képzelni, milyen hatást váltott ki. Vagy lingua ex machina, amire az előbb már utaltam, és van egy sokkal nehezebben követhető folyamat, egy hosszú fejlődési folyamat, ami sok-sok tízezer éven keresztül ment végbe, mert hogy addig eljusson az ember, hogy a gesztus nyelvből csinál egy szék, egy értelmetlen hangsornak tud jelentést adni, azért azt gondolom, hogy az agyfejlődés szempontjából ez valami óriási lépés. Tehát az emberiség legnagyobb forradalmát én abban látom, hogy kitalálja az absztrakt nyelvet. De ezt az állapotot, tehát azt mondja, az alapnyelv előtti állapotot, és a fejlődés, stb. Kutatni, ezt nem lehet monodisziplinárisan, tehát csak nyelvészeti eszközökkel ezt nem lehet megoldani. Csak interdisziplinárisan, erre volt nekünk egy programunk, a Gyökerek, a Roots program, még közel 20 évvel ezelőtt, ahol genetikusok, antropológusok, nyelvészek, régészek, stb. Vizsgálták ugyanazt az időszakot, 10-20-30 ezer évvel az időszakot, és ugyanazt a földrajzi térséget, Észak-Eurázsiát. És hát ugye mindig mondják ugye a szkeptikusok, hogy hát a csontról nem tudom megmondani, hogy annak a gazdája milyen nyelven beszélt. Igaz. Csak azt mondom, hogyha van nekem egy ilyen, egy fóliám, ez a genetikai fólia, ott vannak a népek, és a genetikus meg tudja állapítani, hogy mely népek között vannak genetikai kapcsolatok. Tehát most a génkutatás felől közelítve a kérdéshez. És kideríti, hogy mondjuk itt, meg ott, közben is vannak népek, de két szélső ponton mondjuk, hogy egyszerűsítsem a képletet, vannak meglepő azonosságok, ami csak azzal magyarázható, hogy valamikor, a génkutató meg tudja mondani, mikor, nagyon költséges eljárás, de meg tudja mondani, 8000 évvel, 10000, 15000 évvel ezelőtt. Volt kapcsolat, intenzív kapcsolat a két népcsoport között. Ma már szétszakadtak, mert mások jöttek közben. Ha ugyanilyen hasonló, vagy ugyanilyen eredményre jut mondjuk a régész, aki megint csak meg tudja mondani, hogy kérem szépen itt, meg ott olyan népek laknak, akik között valamikor volt, az edények alapján meg lehet állapítani, csontok alapján a korokat, volt kapcsolat, mert hogy itt a B népnél olyan edényeket talál, aminek az anyaga csak a A nép lakóhelyén van meg. Tehát akkor valakinek oda el kellett vinnie. Ugye ment a vigéc a cuccal, és hát meghozta vissza a másiknak a anyagát. Időközben megállt. És ugye akkor nem chartergépen mozogtak, hogy az ügynökök, meg minden, hanem szépen sokáig tartott egy ilyen pár ezer kilométeres út, ez nem probléma. Szamoidok most is 2000 kilométert vándorolnak egy évben. A rénszarvas nyájakkal, tehát 100 000 rénszarvas nyája alatt, a Tajgaövezettől a tengerpartig, tavasszal, 1000 kilométer, ősszel meg jönnek vissza. Táplálkozási, meg egyéb ügyekből kifolyólag. Tehát itt is megvan a kapcsolat,
És a nyelvész is azt mondja, kérem szépen, érdekes, hogy A meg a B nyelv között olyan hasonlóságok vannak, amelyek, ha nem lennek ilyen messze egymástól földrajzilag, akkor nyelvrokonságra tűnhetnének. Na most ezeket a fóliákat egymásra rakom, és ahol fedés van különböző nyelv, vagy különböző tudományterületek fóliái között, ott valamikor valami volt. És a valamikort meg tudja mondani a régész is, meg tudja mondani a génkutató is. És akkor azt mondom, hogy igen, veszélyes dolgot mondok már nyelvészeti szempontból, ezt mások is figyelik, hogy kérem szépen a magyar és az eszkimó között a grammatikai rendszerben helyek közel majdnem, hogy több a hasonlóság, mint a magyar meg a finn között. Egy kis túlzás, de pedig hát a magyarok és az eszkimók elég messze vannak egymástól. Tehát a nyelvtani rendszerben nagyon sok a hasonlóság. Tehát csomópontok alakulnak ki, és hát a modell se sél a fam. Kérem szépen, élnek a kis közösségek, nagyon kényelmes a mellettem levővel némi kapcsolatba kerülni, azért tettem a szóra veszőt rá, mert vesző nélkül nehéz, tehát némi kapcsolatba kerülni, de előbb-utóbb terítődik. Belterjes lesz a közösség, mindenki mindenkinek rokona lesz. Nem születik gyerek, vagy ha igen, abban nincs sok köszönet. Viszont a szomszéd Józsi elment, Isten tudja milyen messze, és hozott egy csodálatos nőt, a szomszéd nője, mindig zöldebb szokták mondani, és annyi gyerekük van, mint a pejva, és mind egészséges, és mind jól néznek ki, és okosak, meg szépek, meg ügyesek, meg nem tudom micsoda. Kérem szépen, ettől kezdve én is elmegyek messze nőért, mert akkor nincs családom is fennmarad. Az a nő hozza magával a kultúráját, hozza magával a szokásait, hozza magával a nyelvét, és én kérdezem, a közös gyerek, mert ahhoz nem kell ismerni a másik nyelvét, hogy gyerek is jön a kapcsolatból, ugye, hogy milyen nyelven fog megszólalni a B közösségből származó anyának az A közösségben született gyereke. Hát az anya nyelvén, kérem szépen, ez az anya nyelv, az anya nyelv, ugye? Aztán a gyerek meg fogja tanulni az apja nyelvét is, de az apja mindig vadászik, meg halászik, meg gyűjtöget, stb. De a szomszéd sátrakban, meg barlangokban lakó gyerekektől is megtanulja az ágyközösség nyelvét. Sőt, arra is rá fog jönni, és így lesz belőle majd később finnulista, hogy a Józsi mamája viszont egy másik közösségből jön, és egy C nyelven beszél. És akkor elkezd azután is érdeklődni. Na most a mama behozza a saját nyelvének a szerkezeteit a papa közösségének a nyelvébe. Kérem szépen, ha azt mondom, itt még vannak, akik jártak orosz órára, de ugye, ha azt mondom, hogy az ajtókulcsa, ez a magyarban ugye egy birtokos szerkezet. Ha én ezt lefordítom oroszra, pontosan kľúč dveri, minden további nélkül megérti az orosz, a szlovák ugyanígy mondja, vagy bocsánat, szlovákban ugyanígy el lehetne mondani, csak azt mondja, hogy mi ezt nem teljesen így mondjuk, hanem úgy mondjuk, hogy kľúč od dveri, tehát az ajtó tól a kulcs. Világos? De a mama behozza, és a gyerek lehet, hogy így fogja lesz, hogy megtanul, ezt meg később, hogy a tudatosodik, hogy a papa másképpen mondja, és mégis a papára kell hallgatni, nem a mamára, vagy nem tudom mi, akkor megtanulja azt is. De ez az interferencia, tehát az, ami az anyanyelv hatása a tanult idegen nyelvre. Behozza az ilyen szerkezeteket, behozza a kiejtést, mert bizonyos hangok nincsenek meg a mama nyelvében, amelyek megvannak a papa nyelvében, és így tovább. Ezzel lehetne nagyon sokáig beszélni, és hát ugye akkor kialakul az antropológiai, genetikai, az eleve már megvan a közös gyerek révén, de aztán nyelvi és a kulturális hatások, és így tovább. Hát itt terjedt el például, már volt szó a pentatóniáról az előbb ugye a Binderék koncertjén. Kérem szépen, a magyarban ott a pentatónia, ő azt mondta az afroamerikai zenében, népzenében ott a pentatónia. Kérem szépen, biztos így van, szakemberek ebben, de az a pentatónia, ami a magyar népzenében megvan, meg több finnugor nyelv népzenében, az kérem szépen, mint ahogy már minden a világon, az made in China. Tehát ez Kínából jön, a törökségi népek veszik át, mert a török népektől átvették bizonyos finnugorok. A Volga-Káma vidékén, Cseremiszektől kezdve mások is, és mi is a vándorlás során.
Mert a dallamot borzalmas könnyű átvenni, a nyelvet nehezebb, mert ott vagyok egy idegen közegben, énekelgetnek a tűz mellett, nem értem, miről énekelnek, de tetszik a dallam. Megyek haza az én közegembe, és eléneklem otthon. Otthon is tetszik, terjed a dallam, megy a szerkezettel együtt, és ki hozzá költi a maga szövegét. Szóval Séla Fám a modell. Ugrunk, mert itt már nincs annyi. És ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy például egy nem az uráni, hanem bármelyik alapnyelv esetében ezek különböző népcsoportok, különböző nyelveket, kultúrákat képviselő népcsoportok. Vannak nyilak, azt jelzik, hogy kapcsolatban vannak egymással, egyensúlyi állapot van, nincs presztízs nyelv, magasabb presztízsű nyelv, magasabb presztízsű kultúra, ezek kapcsolatban vannak egymással. Idővel ezek közül néhány közösség között szorosabb kapcsolat alakul ki, majd az egyszerűség kedve azt mondja, hogy a középpontban lévő F közösségben születik egy zseni, fölfedezi a kereket, vagy valami más egyéb dolgot, ami gazdaságilag azonnal kiemeli a többi közül azt a bizonyos közösséget, és mindenki elkezd hozzá hasonlóvá válni és kapcsolatot teremteni. Minden lány innen akar férjet magának, és fordítva is, ugye minden itteni fiú innen akar lányt. És akkor elindul az a keveredés, amiről az előbb már beszéltem, és akkor ez a bizonyos egyensúlyi állapot, amikor annak a felbomlása, bocsánat, hogy amikor egy közösség magas presztízsűvé válik, a nyelve, kultúrája, stb. Magasabb presztízsűvé válik, és ez hat az összes többi nyelvre is, és kultúrára. Ez valami fölbomlik valamilyen oknál fogva, természeti katasztrófa, ellenséges támadás, túlszaporodás egy szűk területen mennek, és ki viszi magával a közös nyelvet, a közös kultúrát, de viszi magával a saját nyelvét is. A vastagabb nyilak jelezik a közös nyelvet, kultúrát, a vékonyabb nyilak pedig a sajátját. Tudjuk, ezek a közösségek legalább két nyelvűek. Beszél a sajátját, még beszél ezt a közöset is, amely közösben benne van, minden lingua franca tulajdonképpen, hogy a középkorban a földközi tenger medencébe, vagy hát a kora újkorban, ugye viszi ezt a közösségi nyelvet, kultúrát, és viszi a sajátját. És bekerül, itt hallományon lehet látni, egy újabb régióba, areába, areális nyelvészet foglalkozik ezzel, és akkor kezdődik az egész folyamat, amit az előbb mutattam, előről. A magyarok legalább háromszor vagy négyszer mentek át ilyen váltáson, attól kezdve, hogy Nyugat-Szibériából elindultak ide mi hozzánk. Röviden a magyar nyelvet úgy tudnám jellemezni, és erre hozok pár példát, és akkor mindjárt végzünk is, hogy ez egy szibériai nyelvtanú, legalábbis az alapvető jelenségei, amelyek nincsenek meg, csak nagyon kevés finnugor és szamoi nyelven, de Szibériában sok nyelven megvan. Egy finnugor szókincsű, lehet, hogy vannak szibériai eredetű szavaink is, csak szavak olyan gyorsan változnak és kopnak ki a nyelvből, hogy 10.000-15.000 évvel visszamenőleg ezt nem tudjuk kimutatni. Vagy legalábbis statisztikailag ki lehetne, valószínűsíteni lehetne egy bizonyos mennyiséget, de az nem elég, hogy szabályos megfeleléseket, hangmegfeleléseket tudjunk felállítani a változások rögzítése véget, és hát ugye közép-európai nyelv. Most mindegyire hozok pár példát. Szibériai nyelvtanban itt van a két igeragodás. Az összes ős-szibériai nyelvben, ezek Észak-Szibériában beszélt nyelvek, megvan az úgynevezett alanyi és az úgynevezett tárgyas ragodás. Szamoidban és ugor nyelvekben, valamint a mordvinban, ami a finnhez áll közel, földrajzilag is, én aztán mondtam 20 évvel ezelőtt egy tanulmányban, 25, hogy ez szibériai nyelv, hát akkor átkaptam a szakmát, hogy a falatta a másikat tulajdonképpen, de meggyőzni nem tudtak az ellenkezőről. A mai használatban ugye azt mondjuk, hogy akkor használjuk a tárgyas ragozást, ha mondatban határozott tárgy van. Olvasom a könyvet. Igen ám, de a 16. században írt levelekben egészen más szabályt látunk. Ezt nem én találtam ki, hanem magyar nyelvtörténészek nem tudták megmagyarázni az okát, hogy miért használtak akkor alanyi ragozást, amikor ma tárgyasat használunk, és fordítva. Ugye arról van szó, hogy a nyelv törekszik gazdaságos rendszernek lenni. Tehát ha van egy jelenség, azt egy eszközzel fejezi ki, és nem kell hozzá kettő. Az egy eszközt láttuk, fia, fi, a, i, é, i. Világos? Ellentétben például mondjuk az indoeurópai nyelvekkel, amikor azt mondom, hogy a
Populus a latinban nép, populo az ablatívuszi esete, tehát egy eset a sok közül, vagy az 5-6 közül. Egyes számban, a többes szám populis. A két ragnak semmi köze egymáshoz. Tehát magyarán a ragok egyszerre két funkciót látnak el. Egyes szám ablatívus és többes szám ablatívus. Az agglutináló ragozó nyelvekben ilyen eredetileg nincsen, amennyiben van, mert a magyarban is van ilyen, a vagyunk például, az már egyszerre két funkciót fejez ki, akkor az már egy elmozdulás a típusváltás felé. Na most, tehát a magyar, illetve a nyelv törekszik gazdaságos rendszerreként működni, és ezt értjük meg, ezzel értjük meg azt, hogy a magyarban azért változott meg a helyzet, mert az egykori fókuszpozíciót, tehát amikor azt hangsúlyozom, mi van a mondat központjában, mit hangsúlyozok ki, ez szibériai jelenség, ez felváltotta egy európai, a határozottság, határozatlanság szembeállítását kifejezni akaró jelenség. Na most, ha a rendszer szerint nézem a magyart, akkor ugye az, hogy olvasok könyvet, és olvasom a könyvet, ez redundancia, ez terjengősség, mert ugye miért kell két eszköz ahhoz, hogy más ragot használok, plusz még egy határozott név előtt is. Elég volna azt mondani, hogy olvasok könyvet, olvasom könyvet, mert itt már a különbségtétel megvan. Vagy, ahogy a német csinálja, olvasok egy könyvet, olvasok a könyvet. Akkor egy önálló szóval, mondjuk egy névelővel teszek különbséget a határozottság, határozatlanság között. Itt arról van szó, ez a redundancia, a terjengősség akkor jelenik meg a nyelvben, hogyha a régi rendszer összeütközik az új rendszerrel, és mivel alaktanról van szó, ez egy borzalmas hosszú folyamat. 100 évekig eltartó folyamat, még mindig nincs itt a vége a magyarban, és emiatt van ez a terjengősség, hogy a határozottságot kétféle eszközzel fejezem ki. Most a kettős számra nem térek ki, ez is tulajdonképpen szibériai jelenség, nincs a többi a mi környezetünkben beszélt nyelvekben. A tárgy kifejezése. Tárgy kifejezése ugye a tárgyeset fogtok mondani, de magyarban van két olyan példa, ahol a hol kérdésre felelő alakkal fejezem ki a tárgyat. A hiba bennünk van. A hiba bennetek van. Hol? Ők ismernek bennünket. Mi ismerünk benneteket. Tehát magyarán egy hol kérdésre felelő esettel fejezzük ki a tárgyat. Szibériában ez Gangun Gebe, ahogy a német mondja, tehát ez abszolút hétköznapi jelenség az ősi szibériai nyelvekben. Az idő, Európában időszemlélet van, jelen, múlt, jövő, Szibériában szemlélet van, befejezettség és folyamatosság. És a magyarban a lőn alak és a lőn világosság, ez tulajdonképpen ez a szibériai igeszemléletnek a maradványa, jelöletlen a múlt. Az N az a harmadik személy, megyen már a hajnal csillag lefelé, ugyanaz az N, és nincsen múltidőjel. Például. Mint a Szibériában a múltidőt úgy fejezik ki, hogy jelöletlen, nincsen múltidőjel. Jelenidőnek van jele. Szibériai nyelvtan megint az, hogy a névszót, a főnevet, melléknevet lehet úgy ragozni, egy igét. Tehát mit tudom én, itt a példa, amit a Mordvinból, Szamoyédból hozok, ember, ha én ember vagyok, az úgy van, mintha magyarul azt mondanám, én emberek, te embersz, ő ember. Mi emberünk, ti embertek, ők embernek. És múltidőben is lehet mondani, én embertem, te embertél, ő emberett. Azaz, te ember volt, én ember voltam, te voltál, volt. És a magyarban az olvasott. Milyen? Olvasott ember, ez egy melléknév, igen év, és ebből származik az egész mai múltidei paradigmánk, ehhez hozzáteszem az igei személyragot. Én olvasottam, te olvasottál, és az, hogy most egy kicsit hangalakilag átrendeződik, az csak egyszerűsíti, egyszerűsödött a szó. Szókincs mondtam, hogy valószínűleg van, de nem mutatható ki. Annál is kevésbé, van egy Swores, egy amerikai nyelvész, aki a 40-es, 50-es években foglalkozott sokat ilyen kérdésekkel, ő azt állapította meg, hogy az alapszókincsnek, tehát ez az a szókincs réteg, amit nem kölcsönöz egy nyelv, hanem saját maga alkotja, meg testrésznevek, rokonságnevek, természeti jelenség, alapvető természeti jelenség is. Itt a
ez lett a saját szókincs, 14% tűnik el 1000 év alatt. Én végig számoltam, nem minden 1000 évben egyformán, nem minden nyelvben egyformán, de kb. Ez a felfogás. Én végig számoltam 10.000-ig vagy 15.000 évig ezzel a rátával 14%-kal mindig csökkentettem a szavakat, kijött 1-2% szó. Na most 1-2% szómennyiség alapján nem tudok szabályokat felállítani, hogy összehasonlítsam a nyelveket, hogy megállapítsam, hogy azok a szavak valóban összefüggenek egymással, vagy nem tudnék, hát hangtani fogódzók kellenek a rokonnyelvek széttartó fejlődése miatt. Tehát itt még közös volt a szó a kiinduló pontban, szétválik a közösség, ez viszi tovább arra, viszi tovább erre, más közegbe kerül, ez is más közegbe kerül, 1000 év múltán még értik egymást, csak azt mondják, a furcsán beszél, öcsi. De még értelek. 2000 év múlva már nem csak furcsán beszél, már érthetetlenül is beszél, vagy legalábbis kevésbé érthetően, aztán 5-6000 év után nem értjük egymást. Ez a nyelvészeti akadálya annak egyébként, hogy egyértelműen be tudjuk bizonyítani, mondjuk így a laikusoknak, hogy a magyar nyelv finnugor, mert a legközelebbi nyelvrokonainktól is 3-4000 évvel ezelőtt váltunk el. Na most, ők Szibériában maradtak, mi olajra léptünk, illetve ők laktak az olajon, bocsánat, mi eljöttünk az olaj elől, az olaj jön utánunk. Tehát ugye ők ebbe az irányba fejlődtek, mi ebbe az irányba fejlődtünk, és 3-4 ezer év után, hát lehet az ilyen mondatot mondani, hogy húröm hol, azt jelenti, hogy három hal. Na de ezzel azért kommunikatíve nem megyünk messzire. Jó, tehát itt ezek a szibéri nyelvtan honnan jött, ezt már elmondtam, tehát nem ismétlem. És akkor én úgy gondolom, hogy nem ilyen családfába kell gondolkodnunk, mint az előbb láttuk is, amit az iskolában tanítanak, és a hagyományos finnugrisztika mind a mai napig tanítja, hanem tömböket kell feltételeznünk. Itt van az Urál-hegység, ettől kezdve vannak a további, tulajdonképpen finnugorok, félrevezető a név, mert az ugorok itt vannak, csak nem tudtam, most finn-permit mondhattam volna, helyette a finnek és a permiek, marik, stb. Tehát ezt idézőjelbe kell tenni a finnugorokat. És itt vannak az úgynevezett ős-szibériai népek egész a csendes óceánig, ahol véget érnek a csaták, ezt az idősebben kedvéért mondom, mint partizán óta idézetet. De tovább nem lehetett menni, de nem tudtak úszni. Na most itt tömbök sorozata van, paleo-szibériek, megy tovább, ugye? És ide bejön 8-10 ezer évvel ezelőtt, ezt régészetileg lehet igazolni, egy teljesen új népcsoport, amit utólag jeniszeieknek nevezünk, ugye ez a második nagy folyó az Uráltól keletre van, az Obi, azért Obi ugorok, tehát itt a jó hely az Obi ugor, ugye, tehát az Obi ugoroknál vagyunk, tehát bejön a jeniszei medencébe, jeniszei az a második folyó, a jeniszei medencébe bejön egy népcsoport, amelyről azt megállapították a régészek, hogy más kultúra, más antropológia, más genetika, és azt meg a nyelvészek manapság állapítják meg, hogy más nyelv. Szétszakítja ezt a paleo-szibériai láncot. És a lánctól balra, tehát nyugatra levő tömb, ez az ugorok, mordvinok, szamoid, az ugorokban vagyunk mi is, ugye, szamoid tömb leválik a többi paleo-szibériairól, és hát azt mondanám, hogy nyelvészeti anomáliával nyugat fele orientálódik. Na most ugye az orient az keletet jelent, de kellett nekem ezt mondanom, tehát ez nem. Tehát a nyugati, az Uráltól nyugatra levő népekkel alakított ki szorosabb kapcsolatot. Korábban is volt, tehát az Urálon átledett, az egy lekopott rökhegység, tehát ott vannak nagyon jó átjárók. Korábban is voltak már nyilván kapcsolatok, csak most intenzívebbek lettek, és így alakult ki tulajdonképpen a úgynevezett alapnyelvi egység, amelynek három egymástól élesen elkülöníthető tömbje van, és ez a mi tömbünk, amiben vagyunk, örökölte a tulajdonképpen a szibériai nyelvtant, amit az előbb nagyon röviden próbáltam megmutatni. Az új és hagyományos felfogás különbsége abban van, hogy mi azt is vizsgáljuk, kevesen vagyunk, hát én aztán egyedül, de még van egy-két ember, aki ugyanilyen elvetemült, mint én,
hogy azt is vizsgáljuk, hogy hogyan alakult ki az alapnyelv, azaz mi volt az alapnyelv előtt, ugye? De azt nem tagadjuk, hogy a magyar végül is finnugor nyelvé vált, tehát hozza a szamoi vagy a szibériai nyelvtani elemeket, sok mindent átvesz, kialakítja a tárgyesetet például, ami egy európai jelenség, és több mindent, és hát a szókincse pedig, hát kérem szépen, finnugorrá vált. És hogy mondjam, hogy hogy állunk a szókincs tekintetében, ugye az alapnyelvre, kénytelen vagyok még mindig ezzel a hagyományos terminussal élni, finnugor alapnyelve, vagy uráli alapnyelve 1200 szótő rekonstruálható. Az előbb említett Szvores szerint ugye 1000 év alatt elmegy 14%. Az uráli alapnyelvek kb. 2500 szótövet tesznek fel. Ez bőven meghaladja a mai fiatalság átlagos szókincsét, már bocsánat, a kivétel erősíti a szabályt. Ők akkor még nem tudták azt az egyetlen igét és egyetlen főnevet, amiben mindent ki lehet fejezni ugye a magyarban. Az uráli ennél egy kicsit gazdagabb nyelv volt. De a szóképzés révén 20-25 ezer szóból álló szókincset rekonstruálnak. Nézzük meg, itt a magyarban az ad szónak 350 származéka van. Nem a ragozott alakokat számítjuk, hanem a képzett és az összetételékben szereplő adatokat. Valaki megszámolta, én csak átvettem. 350 származék. Na most nyilván nem minden szótőből lehet 350-et csinálni. A magyarban 700 körül van az uráli finnugor eredetű szavak száma. Viszont a használati arányuk nagyon magas. Attól függ, milyen jellegű szöveg. Az atomfizikában kevesebbet használnak, nyilván, de például a sajtónyelvben, szépirodalomban magas. Tehát 60-80% között mozog a finnugor eredetű szavak alkalmazási aránya. És a 100 leggyakoribb magyar szóból 87 finnugor eredetű, vagy finnugor eredetű szóból képzett szó. Na most ez eléggé világosan beszél, szól amellett, hogy a magyar nyelv voltak éppen finnugor nyelv. Most a finnugor szókincs, ezt mindenki tanulta már iskolában, nem térek ki, időnk sincs rá, rokonsági terminológia, társadalmi szervezet, hiedelem, világ, vadászat, halászat, vízi élet, gyűjtögető életmód, lakásruházkodás, házi eszközök, anyagnevek, stb. Stb. Tehát ez, itt egy-két száz szót hoztam csak példának. És hát akkor eljutunk a közép-európai nyelvig. Közép-európai nyelv ugye a magyar. Elsősorban a szókésznek gyarapodása révén lehet ezt állítani. Sok a jövevény szó, kezdetben ugye a szláv, a latin, és egyre inkább a német, a nyelvújítás óta a német. Hát kérem szépen, a kazincék ezrével és az utódaik ezrével fordítottak német szavakat, összetett szavakat, igekötős igéket magyarra. Tehát ezért szoktam én azt mondani elnagyoltan, hogy németből magyarra, illetve magyarból németre lehet a legegyszerűbben és a legbiztonságosabban fordítani szövegeket. Most bele leszámítva azt, hogy tehát a nyelvtan az óra kell figyelni, de a gondolkodásmód az teljes mértékben 90%-ig megegyezik. Tehát a magyarok a gondolkodásmód szempontjából idomultak jelentős mértékben Közép-Európához, és ez nagyon érdekes, mert az észteknél ugyanezt tapasztaljuk a Baltikumban. Ellentétben az eredetük alapján az észtekhez közel álló, vagy az észthez közel álló finnel, ahol ez a ilyen hétköznapi német hatás nem érvényesül, ott is rengeteg ilyen szó van, de az észtben nem csak a szavak, hanem például a vonzatrendszer átalakul, tehát úgy olyan vonzatokat, igen vonzatokat használnak, amelyek a finnugor nyelvekre nem jellemzők, a németben viszont megvan, a magyarban is egyébként. Tehát csak egy példát hozok, azt mondom, hogy rákban halt meg, balesetben halt meg, miben halt meg? Az összes finnugor nyelv azt mondja, hogy mibe, ahogy mi igekötős igével mondjuk, hogy belehal a betegségbe, de ott az igekötő miatt kell ezt a hová kérdésre felelő ragot használunk, de a finnugor nyelvekben mindenhol ezt mondják, kivéve nálunk, és az esetek jelentős részén az észtben, ellentétben például mondjuk a finnel. Szakszókincs, terminológia, német hatásra anyanyelven van, hát most az angol jön már, de a korábbi állapotokat mondom, anyanyelven van, mert a német is lefordít mindent. A németben nincs rádió, ma már van sajnos, már amerikai önözállottak ők is, a Rundfunk van, a németben nincsen telegram, ott fernschreiben van, tehát távirat van, lásd távirat van. És ugye nem televízió van, hanem fernsehen,
táv néző, nézés van. És így tovább. Na most ez az egyik hatás, ha már németek anyanyelven csinálják, akkor csináljuk mi is anyanyelven. De hát akkor most minek erőködjünk, miért vegyük, vagy miért gondolkodjunk azon, most hogy mondjuk, hát fordítsuk le a németet. És akkor lefordítottuk. Ez is erősíti azt, hogy közös a gondolkodásmód már. És az észtek ugyanezt csinálták. Igekötős igéket. Hát az, hogy a ellát, ugye az eredeti magyar jelentése annak az igekötős igének, ellát, az azt jelenti, hogy 100 méterre, 500 méterre ellát. Ez, hogy ellát egy beteget, ez a magyarban nem volt. Ez a németben van. Valamivel ellátni. Ugye, teszik? Verzehen, igen, igen. Verzehen. Tudik, az éjjel látni igének a szemantikai mezeje sokkal tágabb, sokkal nagyobb, mint a magyarban a lát. A magyarban a lát eredetleg az, hogy látás képessége. Ott viszont a gondviseléstől kezdve egy egész sor más jelentés is kapcsolódik az éjjel igéhez. Sőt, még egy másikat mondok, ami magyarban abszolút nem volt meg, hogy az eligekötővel az elrontott dolgot is ki lehet fejezni. Elírtam ezt a címet, rosszul írtam, sich verschreiben, vagy ugye a verzehen, ugye elnéztem ezt a dolgot. Ezt nagyon elnéztem. Mint az órát én is elnéztem, de utolsó előtti képnél vagyunk, tehát most már nem kell sokat szenvedniük. Igen, ezt már mondtam. Az összetett szavak elterjedése agglutináló nyelvekre ez nem nagyon jellemző. A középkorban 4% volt az összetett szavak aránya magyar, akkor magyar szókészletben, ma 35%. Egy-két évtizeddel ezelőtt 35% volt, és ennek az öme német tükörfordítás. Tükörfordítás. Spiegel, tükör, übersetzung, fordítás. Tükör, tojás, Spiegel, Ei. A Hitler Ei az nem a Hitler tojását jelenti, persze, az egy másik Ei, de a, ugye, tehát mondhatnám a Bierbauchot is, ugye a sörhas, nekem Weinbauchom van, tehát nem sörhasom, de ezt még nem találták ki a németek se a borhas. Esetleg mi ezt tudjuk majd javasolni. Kőszeg, mint a borvárosom. Tudja javasolni. Kérem szépen tovább. Igen, vonzatokat mondtam. Jó. Összegzésül tehát azt tudom mondani, hogy a néprokonság és a nyelvrokonság nem azonos. Én ezzel bocsátom a tisztelt hallgatóságot útra, hogy ezt tudatosítsa saját magában és mondja másoknak is. A nyelvrokonság nem érzelmi kérdés, és a nyelvünkért akkor teszünk a legtöbbet, ha ápoljuk, magas szinten igényesen műveljük, tehát egy általános kulturális felemelkedés eszközévé is tesszük, és céljává is tesszük a nyelvet, és nem hagyjuk úgy leromlani, ahogy például mondjuk bizonyos korcsoportok, illetve társadalmi osztályok elrontják és igénytelen eszközi silányítják a nyelvet, és ezzel köszönöm a figyelmüket.